A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. No, hát egy érdekes témáról beszélgetünk egészségügyi perceinkben, az érszűkület problematikájáról, ami hát leginkább a magam korabeli 60-as urakat és hölgyeket érinti, vagy esetleg korábban is ez már beköszöntett? Kérdezzük bennük a dr. Szegő Pétert, az Ormos Intézet orvos igazgatóját. Jó reggelt kívánok, ez jóval korábban kezdődik, tehát ez 60 éves korra, 65 éves korra, ez már úgy mondjuk, hogy illik neki minimum fél útra elérni, ami a teljes betegség történetet illeti. Ugye a helyzet az, hogy ez egy olyan betegség, aminél alapvetően előbb-utóbb szűkülnek be a terápiás lehetőségek. Tehát azt lehet mondani, hogy megelőzés szempontjából itt sokkal kiterjedtebb arzenálunk van, mint aztán utána az egész kialakult betegséget megoldani. Ez egyrészt azért rendszerbetegség. Tehát általában nagyereket, kisereket diffúzan érint, és ami mögöttes terület van, és nem kap elég oxigént, meg egyéb anyagcserezűrők lesznek a keringési zavar miatt, azok károsodnak ebben az egészben. Most minden tud károsodni. Most, hogyha végigmegyünk a szerveken, ugye, ami nagyon jellegzetes mondjuk idősekben, az az, hogyha az agyéreik nem igazán úgy éreztenek át, hogy kell, akkor memóriazavar, szédelgés, bizonytalan járás, elfelejtem, mi volt tegnap, ami 26 éve volt, arra kristálytisztán emlékszem, fűzúgás, minden egyéb ilyen zavaró történet előfordulhat, a szívet azt nem kell lecsetelni, tehát hogyha egy koszorúsér esetleg beszűkül, vagy hirtelen elzáródik, az egy elég katasztrofális helyzet tud lenni, ezt infarktusnak hívjuk, ezt mindenki egyébként ismeri, de ezt kevésbé ismerik, hogyha a koszorúsereknek az áteresztő képessége nem megfelel, akkor abból ritmus zavar, szívelék, nagyon sok minden egyéb tud lenni. Veséknél, hát azok konkrétan le tudnak állni, tönkre tudnak menni, hogyha a keringésük nem megfelelő. Ha az alsó végtagerei be vannak szűkülve, akkor nem tudok elmenni mondjuk 150 méternél többet, is meg kell állni, meg görcsöt. Tehát elég komoly és kézzelfogható problémákat tud okozni, amikor már kialakult. Amikor nem alakult még, ki csak kezdődik, akkor viszont semmit nem csinál, és ez a nagy baj. Viszont megint egy olyan kérdéskör, az érszűkület, mint olyan, amit szerintem sokan sokféle helyzetben használnak, és akármit tudnak is a problémáról, de kevésbé vizualizálják maguk előtt, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Szó szerint az. Itt láthatjuk a képen, mindjárt vizualizálva. Van erre egy nagyon jó képi hasonlata is, amit majd arra kérem, hogy osszam meg velünk a doktor úr, mert én tudom, hogy mire kérdezek, és ön is, de a hallgatók, illetve a nézőink öntől hallják. Nem az történik, hogy veszít az ér a rugalmasságából, és egyszer csak összeesik és elsorvad, hanem sokkal inkább egy belülről kifele ható. Ez egy hosszú távú folyamat, igen, aminek a vége ez egyébként, hogy az áteresztő képesség az beszűkül, és az érfalnak a mechanikai viszonyai is megváltoznak. Most, amikor már méz kerül bele ebbe az érfalba, azt nagyon képletesen úgy lehet elképzelni, bárki megteheti otthon, feltör egy tojást, fogja a tojáséjat, és elvágja egy ollóval. Pontosan ugyanezt történik. Tehát ugyanúgy néz ki mechanikailag az érfala, mint az a tojásé, amit ketté vág az ollóval. És hát az a rossz hír van, hogy ilyenkor a méz az része az érfalnak, tehát azt onnan gyógyszerekkel, meg ilyen egyéb dolgokkal lehet kitakarítani, mert az nem úgy az érfal és a keringés között van, hanem benne van az érbe konkrétan, és ez lehet, hogy meredek lesz, amit most fogok mondani, de ez egy csontosodási folyamat. Tehát ott az érfalba konkrétan ugyanolyan csontszövetet építünk be végső soron, mint mondjuk amiből a combcsontunk áll. Na most, de ez olyannyira igaz, hogy vannak olyan metszetek, vannak olyan mikroszkópos metszetek, ahol még ebben a csontban még csontvelő is van. Borzasztó. De mit lehet ennek megelőzésére tenni, vagy mi az, amit nem kéne tennünk, ami ezt okozza? Hát itt vannak olyan dolgok, amikről tehetünk, és vannak olyan dolgok, amikről nem tehetünk. Tehát az, hogy az ember dohányzik, vagy nem, arról tehet. Az, hogy az ember elhízott, vagy nem, arról tehet. Ha odafigyel a magas vérnyomására, vagy nem, arról tehet. Hogy cukorbeteg lesz-e, vagy nem lesz, az végül is jó részt életmód kérdése, arról is tehet. Aztán utána, hogy mennyire tartja karban a saját cukorbetegségét, arról is tehet. Hát sajnos az életkorról, örökletes dolgokról nem tehetünk, és van egy pár nagyon fontos dolog, ami, hát azt kell mondjam, hogy elég megosztó a betegeken belül, ez pedig a koleszterin szint. Ugyanis azt tudjuk, hogy az érremeszesedés egyik első lépése az, hogy az érfalban koleszterin dúsul föl, és ez mindenféle egyéb dolgokat katalizál és indít be. Most, hogyha ezt sikerülne olyan alacsonyan tartani, ahogy csak lehet, akkor ez az egész ez vagy nagyon lelassulna, vagy ki se alakul, vagy hogyha még nem elcsontosodott folyamat, akkor vissza tud alakulni. De mitől megosztó ez a kérdés? Hát azért megosztó, mert a koleszterin szint csökkentők azok elhíresültek úgy, mint a sátán gyógyszerei. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. A betegeknél, hogyha kiejtem ezt a szót, hogy ez esetleg kéne szedni, mert hogy akkor rögtön arról van szó, hogy nem, mert tönkre teszi a májamat, az izmaimat, a vesémet, mindent. Most
egy jó kérdés, hogy aki bevesz mondjuk egy véralvadás gátlót, amit vén nélkül lehet kapni, hogy arra tudja, hogy milyen mellékhatás profilja van. Mert senki nem mondta el neki erről, azért tudják, mert elhíresült. Azért híresült el, mert néhány jó kitapintható ember ezért dolgozott, hogy elhíresüljön. De mondjuk, ha bevesz valaki egy véralvadás gátlót, akkor az a véralvadás gátló az egy kicsit talán nagyobb mellékhatás profillal rendelkezik, mint a koleszterin szint csökkentők, de mivel az vén nélkül kapható, ezért az nyilván egy ámbor gyógyszer a fenét. Ugyanúgy meg tudja fogni a májamat, a csontvedőmet, a vesémet, vérzést tud csinálni, orrvérzést, véres vizeletet, véres. Nagyon sok probléma lehet belőle, gyomorvérzést tud csinálni például. De beveszem, mert vén nélkül kapható, és hát az egy ámbor gyógyszer. Nem az. Hát ha nekem döntenem mi az, amit javasol, ha már valakinek ilyen panasza van? Hát ha panasz van, tehát ha már kialakult maga az érszűkület és ez messzesedéssel jár, akkor onnantól kezdve igazándiból, hát nyilván az alapbetegségek kezelése, ami oda vezetett, az rendkívül fontos. De hogyha mondjuk egy alsó végtagi érszűkületről van szó, akkor a mozgás, a mozgatás, az, hogy az ember járjon rajta és trenírozza a keringését is azzal együtt, hogy az izmait átmozgatja, az elképesztően fontos. Hát a szív az egy külön rehabilitációs téma, tehát az olyan, hogy az a konkrétan kórházak foglalkoznak, hogy ez rendbe jöjjön. A központi idegrendszernél is, hogyha valaki szédül esetleg, vagy a memóriára rossz, akkor is megvannak azok a gyakorlatok, amikkel ezeket a dolgokat mondjuk vissza lehet fordítani. Létezik az egyensúlytorna, mint fogalom. Létezik a memória rehabilitáció, mint fogalom. Tehát ezeket lehet csinálni. És hát vannak mindenféle infúziós és gyógyszeres kezelések, amiket egyébként meg lehet próbálni. Doktor úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma velünk, és felhívta a figyelmet erre a problémára. Szegő Péternek köszönjük a beszélgetést, nézőink pedig egészségügyi rovatunkat látták. A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.